Jézus a tanítványaival megérkezett a tó túlsó partjára, Gadara vidékére. Amikor kilépett a bárkából, szembe jött vele egy férfi, akiben gonosz szellem volt. Ez az ember a sírbarlangokban lakott, és senki nem tudta megkötözni, még láncokkal sem. Már sokszor megbilincselték, ő azonban mindig elszakította a láncokat, és széttörte a bilincseket. Senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal ott kóborolt a sírok között és a hegyeken, ordítozott és kövekkel vagdosta magát. Már messziről észrevette Jézust, odaszaladt hozzá és leborult előtte. Jézus ráparancsolt. Gonosz szellem, menj ki ebből az emberből! Az pedig így kiabált. Mi között hozzám, Jézus, magasságos Isten fia? Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem! Jézus megkérdezte. Mi a neved? Légió, mert sokan vagyunk, felelte ő. Majd könyörgött Jézusnak, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. A közelben, a hegyoldalon nagy disznókonda legelt. A gonosz szellemek így könyörögtek. Küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük! Jézus megengedte nekik, és akkor a gonosz szellemek kijöttek a férfiból, és a disznókba mentek. Erre az egész konda a meredek lejtőről hanyat homlok a tóba rohant, s mind belefulladtak. Mintegy 2000 disznó pusztult el így. A pásztorok, akik a disznókat őrizték, elfutottak a városba, és elhíresztelték ezt az egész környéken. Az emberek pedig kijöttek, hogy megnézzék, mi történt. Amikor Jézushoz értek, ott látták azt a férfit, akiben korábban egy egész légiónyi gonosz szellem lakott. Rendesen fel volt öltözve, ott ült a többiek között, és teljesen épelméjű volt. Ezen mindenki nagyon megdöbbent. A szemtanúk elmondták a többieknek, hogy mit tett vele Jézus, és mi történt a disznókkal. Azután mindannyian kérték Jézust, hogy menjen el a vidékükről. Amikor Jézus beszállt a bárkába, akkor a gonosz szellemektől megszabadult férfi kérte őt, hogy hadd mehessen vele. De Jézus ezt mondta neki, menj haza a családodhoz, és mondd el nekik, mit tett veled az örökkévaló, és hogyan könyörült rajtad. A férfi el is ment, és mindenkinek hirdette a 10 városban, hogy milyen hatalmas dolgot tett vele Jézus. Ezen azután mindenki nagyon megdöbbent. Amikor Jézus a bárkával a tó túlsó partjához ért, nagy tömeg gyűlt köré, ezért ott maradt a tóparton. Oda jött hozzá Jairus, aki a helyi zsinagóga egyik vezetője volt. A lábához borult, és így könyörgött. A kislányom haldoklik. Kérlek, gyere el hozzánk, és tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és éljen. Jézus el is indult Jairussal együtt. Nagy tömeg követte, rengetegen tolongtak körülötte. Volt köztük egy asszony is, aki már 12 éve olyan betegségben szenvedett, amely állandó vérzéssel járt. Minden vagyonát orvosokra költötte, és sokat szenvedett. Az orvosok azonban hiába próbálták meggyógyítani, egyiküknek sem sikerült, sőt a betegség egyre súlyosabb lett. Amikor az asszony meghallotta, hogy Jézus ott van, átfurakodott a tömegen, Jézus háta mögé került és megérintette a ruháját. Ugyanis ezt gondolta, elég, ha csak a ruhájához érek, már attól is meggyógyulok. Amikor Jézus ruháját megérintette, az asszony azonnal megérezte, hogy a vérzése megszűnt, és hogy egészen meggyógyult. Jézus rögtön észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért megállt és megfordult. Ezt kérdezte, ki érintette meg a ruhámat? A tanítványai így válaszoltak. Látod, milyen sokan tolonganak körülötted, és azt kérdezed, ki érintett meg? Jézus azonban egyre csak kereste, és látni akarta azt, aki megérintette. Ekkor az asszony előlépett, bár reszketett a félelemtől. Tudta jól, mi történt vele, ezért leborult Jézus előtt, és mindent elmondott neki. Ő pedig ezt mondta. Leányom, a hited megmentett téged. Menj békével, és légy egészséges. Még beszélt, amikor küldöttek érkeztek Jairus házából, és ezt mondták Jairusnak.
A leányod meghalt. Nincs miért tovább fárasztanod a mestert. Ezt Jézus meghallotta, és így biztatta Jairust. Ne rémülj meg, csak higgy! Ekkor Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, de a többieknek nem engedte, hogy vele menjenek. Amikor Jairus házához értek, Jézust nagy hangzavar fogadta, mindenki sírt és jajveszékelt. Bement a házba és ezt mondta: miért sírtok, és mi ez a nagy lárma? A kislány nem halt meg, csak alszik. Az emberek azonban kinevették. Ekkor mindenkit kiküldött a házból, csak a három tanítványa meg a gyermek apja és anyja maradt vele. Velük együtt bement abba a szobába, ahol a gyermek feküdt. Megfogta a kislány kezét, és megszólította: Talitha kumi. Ez azt jelenti: leányka, kelj föl! Ekkor a 12 éves kislány azonnal felkelt, és járni kezdett. Az emberek pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. Jézus azonban szigorúan megparancsolta, hogy erről senkinek se beszéljenek. Azután szólt, hogy adjanak enni a kislánynak.